Házi Attila országgyűlési képviselővel az elmúlt időszakban számos Veszprémi fejlesztésért lobbiztunk, kérdéseket intéztünk, interpelláltunk, ki a maga helyén. Én az önkormányzatban, Attila pedig a parlamentben minisztereket kérdezett szolgálat fejlesztésről. Az egyik ilyen legjelentősebb fejlesztési kérdés az Veszprém út kapcsolata. Különös tekintettel arra, hogy a város pályázik az Európa Kulturális Fővárosa programban, és ennek a programnak a sikeres elnyerése esetén nyilvánvalóan lényegesen megnőtt a látogató szám, ezért fontosak a városba vezető utak. Elsősorban a 8-as út déli elkerülő szakaszának fejlesztését hiányoltuk. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy aszfaltréteg felújítás az a közelmúltban megvalósult, így csak érezzük és gondoljuk, hogy ez későbbi időpontra teszi az esetleges különszintű csomópontok megépítését. Több mint egy évtizede készen van a 82-es főút Gyulafirátót Kádárta elkerülő szakasz terve, kiviteli terve. Fontos lenne, azért is, mert a sportcsarnok köré a város további fejlesztéseket tervez. Ez nagyban termentesíteni azt a területet, ahova ezeket a létesítményeket tervezik. És önök közül lehet, hogy néhányan emlékeznek még arra, hogy van egy úgynevezett M8-as, M4-es autópálya, amelynek a Veszprémet délről elkerülő szakaszáról nagyon hosszú ideje semmi információt nem tudunk, ezért képviselő úr kérdést intézett a miniszterhez e tárgykörben. Nem csak Európa Kulturális Fővárosa pályázat miatt, hanem az itt lévő éklakó veszprémiek miatt is nagyon fontos lenne a belső körút hiányzó szakaszának megvalósítása. Ez a Jutasi út, Pápai út átkötő szakasz. A tervek 2005 óta rendelkezésre állnak, a tervek kisajátította az önkormányzat. Pályázati forrásért kuncsolgunk, és várjuk ezeket a pályázati forrásokat. Nagyon szépen köszönöm, én is ebben a témában is hadd ismertessem azt, hogy milyen választ kaptam. Mielőtt ezt megtenném, annyit hadd mondjak, hogy elnök úr szóba hozta az Európa Kulturális Fővárosa projektet, amire Veszprém pályázik. Én írtam egy levelet a polgármester úrnak, amiben felajánlottam a támogatásomat és a segítségemet. Erről nagyon korrekt válaszban megköszönte ezt a segítséget. Én azt gondolom, hogy ez egy összveszprémi érdek, tehát ebben a politikától, a pártpolitikától inkább így fogalmaznék, függetlenül mindenkinek dolga segítséget nyújtani. Tehát ha én a magam részéről tudok bármiben is ehhez hozzájárulni, akkor ez a részemről egészen biztosan garantálva lesz. Valóban ugye a kérdést ennek kapcsán is tettem föl, ezt 2017. május 31-én adtam be ezt az írásbeli kérdést. Itt négy, ahogy a Feri elmondta, négy relációban érdeklődtem az utak állapotáról, hogy milyen kormányzati tervek vannak. Mivel Feri részletesen elmondta azért ezekkel kapcsolatos kérdéseket, néhány dologgal hadd egészítsem ki. Talán a legfontosabb a válaszban az az volt, ezt felolvasnám, hogy egy 1371/2016-os, tehát 1371/2016-os kormányhatározat projektlistái jelenleg nem tartalmazzák ezeket az utakat. Tehát magyarul ez az úthálózat közlekedésfejlesztési elemek, ahogy szokták fogalmazni, amiről itt beszéltünk, ezek nem részei a kormányzati terveknek. És inkább csak, ahogy fogalmazott az államtitkár úr dr. Fónagy János, távlati közlekedés fejlesztési terveink között szerepel csak például a Veszprémi déli elkerülő útnak a fejlesztése. Illetőleg egy olyan válasz érkezett, amit majd meglátjuk, hogy mennyire lesz valóság, ez pedig a 8-as és a 82-es számú főutak összeköttetését biztosító új szakasznak a megépítése, illetőleg az Aranyos völgy felett tervezett új völgyhíd, ami ugye a váró belső elérhetőségét javítaná, mint egy közútfejlesztési projekt. Ez a minisztérium szerint a Modern Városok program keretében valósulhatnak majd meg. Ez csak azért érdekes, mert ugye a miniszterelnök úr, hogyha jól emlékszem, akkor 2016 májusában járt Veszprémben ennek a programnak a keretében, azaz több mint egy éve.
Ez csak azért érdekes, mert kaptam egy pluszbenyom választ, hogy az imént idézett kormányhatározatban rögzítettek szerint újabb projekt felvétele kizárólag a kormány edöntésének módosításával lehetséges, tehát például az érdekes, hogy lehet módosítani ezt a projekttervet. A kormány negyedévente felülvizsgálja a projektek előrehaladását, és szükség esetén intézkedik azok módosításáról. Tehát ez pusztán csak annyit jelent, hogy mivel egy év eltelt, ezért már 4 alkalom lehetett volna, amikor a kormány módosítja ezt a projekttervet, és fölveszi akár a Modern Városok Program okán, akár bármely más meggyőződés vagy szükségszerűség okán ezeket az útfejlesztési terveket a kormányhatározat közé, ami ugye onnétől kezdve a forrás biztosítását is garantálni tudja. Ugye ez a válasz június 16-án érkezett Fónagy János államtitkár úrtól a részemre. Egyébként maga a írásbeli kérdés és az arra adott válasz az teljes körön elérhető a parlamentnek a honlapján, mert meg is kaptátok, úgyhogy megkapták, úgyhogy ez részletesebben is elérhető. Utakkal kapcsolatban még egy információt szeretnék mondani. Csütörtöki önkormányzati közgyűlésen hasonló kérdést intéztem polgármester úrhoz, és a válaszok hasonlóak voltak. Én ezzel nem voltam teljesen elégedett, ezért azt kezdeményeztem, hogy a közgyűlés, mivel ebben a ciklusban még nem foglalkozott Veszprém megközelítését és a belvárosi közlekedés segítő előterjesztésekkel, így az októberi közgyűlésen egy tájékoztatás kerül mindezekről a fejlesztésekről a közgyűlés elé. Remélem, hogy már pozitívabb információk is lesznek benne, mint amik jelenleg rendelkezésre állnak. 2015-ös időközi országgyűlési választási kampányban is elhangzott egy ígéret a Veszprémi úszodaépítés kapcsán. Ígéretekből hallottunk nagyon sokat, 4 milliárdos, aztán egyre kúsznak feljebb az összegek. Nem biztos, hogy alaposan végig gondolt volt ez a fejlesztés, és az sem biztos, hogy minden nem direkt úszodát segítő beruházást is ebbe a programba kellene csatolni, mert ahogy Mesterházi Attila országgyűlési képviselő érdeklődött, ez a projekt lassan már a 10 milliárdot közelít ki. Így van, ugye itt május 5-én írt alá a miniszterelnök ebben a Modern Városok Program keretében egy ilyen együttműködési megállapodás polgármester úrnak, ennek a negyedik pontja ismételten megerősít, hogy a kormány támogatja a Veszprém aréna bővítését, a Veszprémi sportuszoda megépítését, valamint a Veszprémi stadion rekonstrukcióját egy új futó folyosó építésével együtt. Most egy szó szerinti idézet volt ebből az együttműködésből. Annyit kell tudni, én nagyjából negyed évente rákérdeztem erre, vagy fél évente legalább erre a Veszprém úszodára, úgyhogy ez nem az első levelezésem a minisztériummal. Odáig sikerült elérni talán egy kicsit ennek a állandó kérdezgetésnek is, hogy a 2018. évi költségvetésben nevesítve szerepel a Veszprémi úszodának a 4 milliárdos támogatása. Ez mindenféleképpen egy előny, hiszen ez azt mutatja, hogy garantálva van eddig az összegig a fejlesztési forrás. Emellett egyébként a minisztérium, ezt el kell, hogy mondjam, folyamatosan az önkormányzatra mutogatott, hiszen több levelemre azt a választ kaptam, hogy egy legutóbbi kérdésemre azt a választ kaptam, hogy a megvalósíthatósági tanulmány a beruházás előkészítésének fontos megalapozó dokumentuma, annak elkészítőig sem a határidő, sem egyéb más az előkeretés dátuma sem határozható meg, tehát magyarul visszadobálták mindig a labdát az önkormányzathoz. Most egy új fejlemény volt, hogy megérkezett az önkormányzattól a minisztériumba a fejlesztési tanulmány, ezt vissza is igazolja a minisztérium, hiszen azt írja, hogy az önkormányzat 2016. októberi közülésen elfogadta, hogy megküldte az NFM-nek a sportcélú beruházások fejlesztési osztályának az előzetes megvalósíthatósági tanulmányt, valamint megvásárolta a beruházáshoz szükséges ingatlanokat. Tehát azt, amit korábban megjelölt a minisztérium, hogy probléma, az ezzel úgymond megoldódni látszott. Igen, ám csak jött a következő gond, hogy ebben a megvalósíthatósági tanulmányban, hogy ezt a minisztérium visszaírta nekem, azt írják, hogy a megjelölteti kormányhatározatban megjelölt 4 milliárdos fejlesztési keretet jócskán meghaladva, így fogalmazzam nekem, 10 milliárd forinthoz közelít ennek a megvalósíthatósági tanulmánynak az összértéke. És azt írják a válaszban, hogy a jelentős költségnövekedés miatt szükségessé vált új előterjesztés alapján, kormány ismételt döntése, csak ezután határozható meg a
fejlesztés pontos műszaki tartalma, a költségvetési forrásigénye, a kivitelezés lehetséges ütemezése. Tehát ez azt jelenti, hogy eddig azért nem tudták elkezdeni az építkezést, mert az önkormányzat nem készített hatástanulmányt, de a forrás rendelkezésre állt, 4 milliárd nagyságrendben. Mostantól kezdve meg azért nem tudják elkezdeni az építkezést, mert ugyan megvan a hatástanulmány, megvan a fejlesztéshez szükséges előzetes dokumentáció, de most meg túllépték a költségvetési keretet, hát több mint kétszeresével, ugye két és félszeresével, tulajdonképpen 4 milliárd helyett 10 milliárdot, amit az önkormányzat leadott. Így most a kormánynak újra kell dönteni, hogy ekkor összeg, vagy milyen összeg áll rendelkezésre. Ennek egyetlen egy végeredménye van, vagy értékelhető konklúziója veszőmények szempontjából, az, hogy az uszodának az építése, az megint csúszni fog egészen biztosan, addig, ameddig a kormány, ahogy itt ezt írták nekem, egy új előterjesztés alapján dönt arról, hogy a hiányzó 6 milliárd forintot is rendelkezésre bocsátja el az önkormányzat számára. Én addig a veszprémieknek terveztem egy látványi szobát itt a háttérben. De reméljük, hogy sikerül megtalálni azt a megoldást, ami ha lehet, hogy nem az eredeti terveknek megfelelő, de egy nagyon szoros van megvalósítását és kivitelezését marad lehetővé teszi. Ezért bízunk változatlan. A gyerekkórház ügye is elég régi ügy, az egykori helyi pár gyerekkórház épületét megigényelte az önkormányzat államtól ingyenes tulajdonba, hogy ott a helyi pár alapítvánnyal együttműködve gyermekegészségügyi ellátásokat valósítson meg és finanszírozzon, de ez az épület jelen pillanatban állami tulajdonban van. Az önkormányzat igényelte ezt az épületet, nem kapta meg eleddig, de Attila el fogja mondani, hogy azért elég kacskaringos a történet. Ezzel kapcsolatban is igen. Valóban kérdeztem, ez egy májusi kérdésem volt a minisztériumhoz. Itt azt a választ kaptam, hogy a Hóvirág utca 1-es szám alatt található ingatlan, ez szerepelt kormánynak a napirendjén, hiszen azt írja az államtitkár, hogy az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak ingyenes tulajdonban adásával kapcsolatos döntésről szóló 12/18/2016-os kormány határozat első mellékletében szerepel. De ez azt jelenti, hogy annak ingyenes átruházását a kormány nem támogatta. Magyarul a kormány elutasította az önkormányzat korábbi kérését. Ezek után egyébként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT igazgatósága egy igazgatósági határozatával úgy döntött, hogy az ingatlan értékesíti. Érdekes, eddig nem érdekelte őket, hogy értékesítse. Most, hogy az önkormányzat vissza akarta igényelni, most akkor rájöttek, hogy akkor ezt értékesíteni kellene. Ennek az ingatlannak eddig 4-szer történt értékesítése. Az ingatlan október 14-én, ez 2016. október 14-én, 2016. november 15-én is meghirdették, akkor az árverések sikertelenül zárultak. Ezt követően ugye Veszprém polgármester úr több megyejogú város vezetőjével, vagy vezetővel együtt egyeztetést folytattak a minisztériumban, hogy tehát azért mégiscsak kell, hogy legyenek olyan ingatlanok, amiket ingyenesen visszakaphatnak az önkormányzatok. Ez november 24-e környékén zajlott ez az egyeztetés, ott újabb ígéretet kapott arra, hogy a kormány ezt megvizsgálja, ezt a kérdést. Olyannyira megvizsgálták, hogy további két alkalommal kísérelték meg eladni ezt az ingatlant. Ez 2017 márciusában, ez szintén sikertelenül zárult ez az értékesítés, és május 10-én, most 2017 május 10-én is meghirdették újra értékesítéssel az ingatlan. Ennek az eljárásnak egyébként még nincsen vége, tehát ebből kifelé eredménye sincsen, tehát nem lehet tudni, hogy sikeres vagy sikertelen volt. És hát, hogy őszinte legyek, egy eléggé hát pikírt vagy érdekes választ adott az önkormányzat, tulajdonképpen az önkormányzat számára, mert azt írták, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 2017. február 9-én levélben kifejezetten jelezte Veszprém-megyei város önkormányzatának, hogy továbbra is fenntartja ezen az EAR, mint egy felületen való értékesítési szándékát. Tehát magyarul nem áll el az értékesítési szándéktól, bármilyen tárgyalást folytatott a polgármester úr más fideszes megyei városi vezetőkkel, valamint
ismertette az önkormányzattal, hogy miként tud tájékozódni az árverésen való részvétel feltételeiről. Tehát magyarul eléggé pofátlan módon, mondom ezt én ellenzéki képviselőként, de még is oktatják az önkormányzatot, hogy akkor, ha nem ismernék az internetet, vagy telefont, vagy nem tudom, akkor segítenek abból, hogy hol kell bejelentkezni az árverésre. Miközben egyébként a gyermekgyógyászat, a gyermekegészségügy az egész országban komoly kihívásokkal küzd, nem csak Veszprémben, hanem Budapesten és a fővárosban is. Tehát egy olyan egészségügyi intézménynek a létrehozása, ami ezt a kérdést segítené, fejlesztené, azt szerintem nemzeti érdek, és ennek a már csak a történelmi hagyományok okán is egy kiváló helyszín, de maga a konstrukció szerintem úgy állt össze helyesen és jól, az önkormányzat és a szakmai szervezetek, alapítványok, tehát úgy rakták össze ezt az egész projektet, ami egy működőképes segítséget adna a Veszprémi vagy akár a Veszprém megyei gyerekes családoknak és a gyermekeknek ezen a területen. Tehát szerintem ez egy eminens érdeke lenne a veszprémieknek, de még egyszer hadd mondjam, a nemzeti érdek is ez diktálna, hogy fejlődjék a magyar gyermek egészségügyi ellátás. Gyermekkórházon kívül van még emblematikus épület Veszprémben bőven, a legmagasabb, a 25-es, amely olyan állapotban van, hogy mindenképpen felújításra szorul, energiatakarékosság, biztonság okán is. Az időközi országgyűlési választási kampányban komoly ígéretet tettek a néhadi képviselő úr és minisztériumi vezető, hogy megújulhat ez az épület. Úgy tűnik Attila által kérdezett ügyben, hogy elbukott ez a pályázat, de a részleteit elmondja. Így van, ugye, ha jól emlékszem, a Németi Lajos úgy fogalmazott, hogy a toronyház megújítása nem kampány téma, hanem becsületbeli ügy. Ez egyébként egyet tudunk érteni, ebben nem, nincsen vita köztünk. Ugye legutoljára 2006-ban volt valós esély arra, hogy valamilyen felújítási munkálatokat komplex módon elvégeznek. Akkor ugye a tetőt és a majdnem 1100 ablak felújítására került volna sor állami és önkormányzati támogatások, olyan 300 millió forintból lehetett volna nagyjából ezt megvalósítani. Azóta, hogy Feri is említette, hogy most már egy ilyen komplex fűtés energetikai projektet, szigetelést vizionálva a fideszesek a választási kampányban 2015-ben. Erre nagyjából a becsések szerint 500 millió és 1 milliárd forint közötti összegre lenne szükség. Egy információ alapján január 17-én bejutották a pályázatot, amit első körben a minisztérium elutasított, tehát olyannyira segítették és támogatták ezt a projektet, hogy még a pályázatát is elutasították, és tulajdonképpen a válasz az egy eléggé semmitmondó válasz, ami érkezett, hiszen nagyjából ismertették velem azt, hogy magánszemélyek ingatlanjainak az energetikai korszerűsítésére milyen pályázati források vannak rendelkezésre, milyen feltételekkel lehet pályázni. Ezt egy 2015-ös kormányhatározat határozza meg, és hogy Veszprém megyében egy úgynevezett GINOP nevezetű pályázati keretben lehet visszatérítendő támogatás formájában erre pályázatot beadni. Magánszemélyek, társasházak leírták, hogy mi, hogy merre, és arról is tájékoztattak, hogy a Veszprémi Társasház egyébként a GINOP 2.1.1 per, nem tudom, 15 keretében nyújtott be támogatást. Tehát magyarul semmilyen választ nem adtak arra a kérdésre, hogy ennek a 20 emeletesnek a helyzetét hogyan lehet rendezni, és ezt azért érdemes egy picit komolyabban venni most a lakóknak, meg az embereknek az igényén túl, mert ugye nagyon kevés 20 emeletes ház van vidéken Magyarországon. Ráadásul ennek, amik vannak, azok közül egyet Pécsen például lebontották, mert olyan állapotban volt. A lebontás többe került egyébként, mint amennyit itt most fejlesztésre kellene fordítani ahhoz, hogy ez ne legyen balesetveszélyes, és hogy megfeleljen bizonyos elvárásoknak. Ugye amennyire én tudom, az ott élő családok azok vagy idősek, nyugdíjasok, vagy éppen családosok, tehát nem éppen a leggazdagabb emberek laknak a 20 emeletesbe. Valószínűleg sokan már amúgy is hiteltartozást is nyögnek. Tehát őket arra kérni, hogy még újabb és hiteltartozásokat vegyenek a nyakukba, szerintem ez a szinte lehetetlen kategória. És mivel egy sajátos, speciális helyzetről van szó, mondok a megyében egy másikat, ami mindig szokott korábban probléma lenne, az Y-házak Tapolcán talán van, aki ismeri. Ugye az se fér bele abba a dobozba, amit egy pályázaton előír az állam, de aztán nincs is több az országban ebből a szovjetipar remekülveiből. Tehát magyarul a
20 emeletesít Veszprémbe egy olyan projekt, amit nagyon kevés helyen talál meg az ember Magyarországon, ezért ez beszuszakolni egy olyan projektbe, ami egyébként még egy családi házas vagy egy normál társasházas keret, az szerintem nehezen fog menni, és nem hiszem, hogy a megfelelő megoldást meghozza. Egy biztos, hogy ami miatt idehoztuk ezt a témát, nem a válasznak a tartalma, hanem inkább az üzenete, ami arról szól, hogy hiába ígérték a fideszesek 15-ben azt, hogy ez meg lesz oldva, ez a probléma látható módon több mint egy évvel, sőt most már lassan két évvel később levelezgethetünk a minisztériumban, és mindig pályázati tanácsadást kapunk tőlük, nem pedig megoldást. Tehát arra biztatnánk az itteni fideszes kapcsolatokkal rendelkező polgármestereket és polgármester urat és képviselőket, hogy hát lobbizzanak a Fidesznél és a miniszterelnök urat föl kéne hívni, hogy hát egyrészt amit a modern városok keretében ígért, azt teljesítse, és amit pedig 2015-ben ígért a Fidesz képviselőjelöltje, hát azon a területen is haladjanak és lépjenek előre, hiszen itt a veszprémi emberek érdeke ezt kívánná meg. Köszönöm szépen! Ugyan tudjuk, tisztában vagyunk vele, hogy többségében magántulajdonban van a 20 emeletes, de városképi művelete miatt azt gondoljuk, hogy az önkormányzatnak felelőssége az, hogy hogyan sikerül minél hamarabb megújítani és biztonságosabb tenni ezt a lépést. Köszönjük, hogyha van kérdés, akkor próbálnánk válaszolni.